Kedves érdeklődők, köszönjük, hogy feljöttetek erre a kiállításra. Ez egy rendkívüli alkalom, hiszen ilyen még nem volt, hogy a Tiszaölök természeti szépségeiből egy központi témát választva helyi, vagy nagyon helyi kötődésű amatőr fotósok rengeteg fotót készítve egy kiállítást hoztak össze. Nyilvánvaló, hogy ez csak úgy magától nem jöhetett volna létre, hogyha nincs Tan Tamás és a Kis Tisza Ökocentrum. Ők szerkesztették meg és gyártották le ezt a formátumot, ami időtálló. Hó, eső, jég, na az nem nagyon, de ez a kiállítás itt lesz végig az ünnepek során. Nagyon köszönöm azoknak, akik nem csak ennek az apropónak a kedvéért lementek, hanem rendszeresen lejárnak a Voltágra, és azt a természetes környezetet megörökítik nekünk a növény és állatvilágával együtt. Remélem, hogy ezek a momentumok, amik itt láthatók, felszínre hozzák bennünk azt a nagyon fontos feladatunkat, hogy őrizzük, óvjuk a természetet, és az ott élő állatokat, növényfaunákat. És nagyon jó gazdája kell, hogy legyen annak a környezetnek, ahol ezek a fotók készültek. Szeretném megemlíteni a Horgász Egyesületet, nagyon jó gazdája. És köszöntöm nagy szeretettel Vinai Győző képviselő urat, hiszen azt tudnotok kell, tudniuk kell, hogy az ő segítsége is benne van ebben a pályázatban, és abban, hogy ez itt megvalósulhatott. Zárójelben megjegyzem, hogy nagyon sikeres rendezvénye volt két hét a Horgász Egyesületnek, és abban is képviselő nagyon sokat segített. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagyunk, bár az esőt megvártuk, nagyon rendesek vagyunk, esélyt megadtuk neki, de ennyit ki fogunk bírni. Köszönöm szépen, képviselő úr, három durva. Nem, egy nagy tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm én is a érdeklődőket. Lehet, hogy most egy kicsit kevesebben vagyunk, de majd meg fogják nézni, akik erre járnak, mert egy helyi civil kezdeményezésről van szó. Jó kezdeményezés, szerintem Tiszaölöknek ez a kis Tisza Ökocentrum, meg a természet, az valahogy együtt élünk, nem csak a turizmus fejlesztéssel, a horgászattal, hanem egy olyan környezettel, amit érdemes majd gyerekeinknek, unokáinknak megőrizni. Ahogy polgármester úr is mondta, van felelősségünk abban, hogy ez a környezet megmaradjon ilyennek. Nem tudom, hogy meg tudjuk-e őrizni ilyennek, de legalábbis törekedni kell arra, hogy ez meglegyen. És amikor megnéztem a képeket, láttam, hogy hát nagyon ugyan amatőrök készítették, de nagyon profi. Egy kicsit egy ilyen valahogy egy a két fogalom, hogy amatőr és profi nem illik egymáshoz, de én azt gondolom, hogy ha valaki megáll, megnézi, és itt Tiszaölök a Voltágra rá is mehet, hiszen ez a szülővárosa, vagy ez a szülőkörnye. Úgyhogy én köszönöm szépen, és mondtam is polgármesterünknek, hogy ez a főtér jó sikerült, ezt sokszor már birtokba vették a tiszaölökiek. Voltunk már itt a Hatatárin, vagy egy másik koncerten, vagy akár az István a Királyon elég sokan is. Ki kell használni ezt a teret? Ki kell használni akár ilyen kiállításokra, akár koncertekre, akár nagyobb formátumú rendezvényekre. Úgyhogy szeretnék gratulálni, és hát a civil társadalom, ha erős, akkor azt az önkormányzatnak támogatni kell, a kormánynak támogatni kell, bár most nagyon sok pályázat érkezett be a NEA-ra, nem akarok senkit elszomorítani, de nem lesz könnyű, hiszen most mindenki megpróbál pályázni, reméljük, hogy most is lesznek nyertesek. Úgyhogy gratulálok. Köszönjük. És akkor nézzük meg. És nincs más dolgunk, így van, hogy nézzük meg, és gyönyörködjünk benne. A rossz idő ellenére is. Kezdjük, így van, így van. De csak mit? De gyönyörű madarak. Tehát ezeket remélem még látni fogjuk talán 100 év múlva is, ha minden igaz. De ezek nagyon szép képek. Ezek Tiszaölök kincsei.